Pimp Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Végre lesz új Alien. Végre. Örülünk. Valamikor nagyon régen, van egy ilyen emlékem, és ez is egy nagy jó emlék, hogy te megvetted 10 dobozos külön kiadásból, hogy az összes Alient. Én nagyon-nagyon szerettem, sőt, életem egyetlen bírósági pere is ehhez kapcsolódik. Jó ráhibázt, ezt nem beszéltük meg. Na, ez tök jó, nem hát, ugyanis én ezt annyira akartam, ez volt az úgynevezett Alien Tetralogy, igen. Tehát akkor a négyig jelent, tehát a feltámadási, volt, igen. A feltámadási igen. Pontosan. És ugye jött a hír, hogy na, hogy nem DVD, hanem Blu-ray-e jön ki. Ó, mondom, hát akkor nekem ez, ha valami, ez kell, díszdoboz, de hogy ilyen 50 darab jött, én utána olvastam Magyarországra összesen, és így aztán. Pillanatokat elkapkodták, de hogy fölkerültek olyan helyekre és olyan fórumokra is, ahol elvileg ez hozzáférhető volt, és hát, hogy kell egy csalás áldozatot vártam, és aztán utána szóltam is, hogy hát befizettem, nem jött meg, stb. Na hát. Hát ezeket túl kell esni, de aztán jól zárult a történet. Most erről többet nem mondani. Jó, okay. Igen. Na, ez jó ír. És a legfontosabb, meg lett a díszdoboz. Így van. És azt akkor azt hiszem, hogy mi amikor együtt, az hárman néztük egyébként a Gyurival, és akkor a feltámadást választottuk sajnos, már nem tudom miért, talán azt láttuk a legkevesebb, mert ugye ezek akkor bővített verziók is voltak rá. Volt a beplusz és akkor korábban ezt nem tudom. Még ott rögtünk is, hogy a bővített verziójú vagy rendezői változata az egynek az rövidebb, azt hiszem, mint az eredeti. Na mindegy, azóta rengeteg minden történt, ugye át kellett élnünk olyanokat is, mint az Alien vs. Predator 2, ami azért egy érdekes slasher volt, és egy teljesen érthetetlen ilyen sötét bejátszódó baromságok. Aztán jött a Covenant, és azelőtt pedig a Prometheus, ami azért egy új irányt vett, van róla nagy vita videónk a Gyurival, és egy sokakat megmozgató két videó. Na de most akkor valami vadonatú irány, valami új, teljesen új színészekkel. Uh-huh. Úgyhogy lássuk, nézzük jó, meg a célját, és akkor utána társalkodunk róla. Romulus nevű űrhajón járunk minden bizonya. Egyébként bennem volt egy ilyen korábban, lehet, hogy valami cikkbe is olvastam, hogy aha. Ez a régi Rómába játszódik esetleg, vagy ilyesmi, aha, de hál' Istennek nem. Igen, érdekes lett volna. Na, azért itt egy kemény horror anyaggal nézünk szembe, úgy tűnik. Evil Dead, ha már itt bemondták, mi a véleményedről, mert én azt nem láttam, csak te. Az új Evil, ugye a Fede Álvarez a rendezője ennek a Romulusnak, vagy ő lesz a rendezője. Hát tőle ugye a Vaksötét volt az egyik film, ami igen. Előbb befutott, és jaj. Ugye a másik akkor ez az Evil Dead, ennek a sokadik újrázása. Én ezt tavaly láttam, borzasztóan tetszett. Egy rendkívül könyörtelen, kíméletlen fickó ez a Fede Álvarez, ez látszik. És már itt ebbe a trailerben is abszolút voltak nyomok, hogy amikor gor volt, meg vér volt, az oda van pirítva rendesen most a kamerára. Tehát én szerintem jó kezekben van. Mindig azért nehéz, és mindig azért egyre nehezebb dolga egy Alien franchise következő darabjának, mert hát már nehéz ugye újat hozni benne. Ha újat hozol, akkor fanyalog a törzsgárda, ha pedig a régit ismétel, akkor meg hát végül is ez csak egy újrázás volt. De nekem ez az egy perc, ez hangulatilag nagyon jó volt. Igen, mert lehet, hogy ez van most kidomborítva tényleg, hogy akkor egyszerűen teliben nyomjuk a vért és a gort és az erőszakot, de nem úgy, mint ahogy tette azt az Alien vs. Predator 2. Mert az az, amikor már egyrészt komédiába fullad néha, abszolút. Másrészt meg ízléstelenségben, amikor mondjuk az állapotos nőből ugrálnak ki az alienek, azt gondolom, hogy az talán az, ami nem kéne már, hogy vászonra kerüljön. Aztán ezen kívül azért az, hogy megint megkapjuk azt a hangulatot, amit az első részben, az lehet, hogy azért jó, mert egyébként azt
Pont azt talán csak az első részben így van, láttuk. Az máshol tehát, nem, hogy így. Azért mindegyik valamiért más, más volt attól, vagy eltért attól. És azt, hogy megint egy űrhajón vagyunk végig, bezártan, ugye erre a vonatra tökéletesen ült föl egy játék, az Isolation nevű játék, ami nagyon izgalmas volt, és egyedülálló, úgyhogy lehet, hogy ezt most pont az menti meg, hogy nem akar drasztikusan újat hozni, bár ezt mondta a Fedelában ez a producerek, hogy itt most valami nagyon új dolog jön, de lehet, hogy arra gondoltak, hogy mit tudom én, tehát, hogy ez most nem linkelhető semmelyik eddigi dologhoz, bár az is fura lenne, nem tudom. Ami egy kicsit nekem mégis biztonsági játéknak tűnik, hogy azért, hogy igen, ami jól működik, akkor abban csinál most egy filmet, ez végül is még azt mondanám, hogy egy jó ötlet, csak, és aztán rám tényleg nem lehet rápsütni, hogy én nekem bajom lenne esetleg a nők szerepével manapság a filmekbe, de hogy mikor lesz valaki olyan bátor, hogy egy alien filmbe megtesz egy férfi szereplőt, mert nagyon úgy néz ki, hogy itt sem férfi lesz a főszereplő, de talán ennek is valószínűleg dramaturgiai okai vannak, még élesebb akkor a különbség, amikor egy ennyire fizikai fenyegetést, egy ennyire szuper szörnyel kell fölvenni a versenyt, akkor nem egy, ami régen a 80-as években működött egy Schwarzeneggerrel, mint maszkörűn erővel egy Predator ellen, ma inkább jobban lehet sarkítani, hogyha mondjuk egy ügyes, atlétikus, de inkább az eszével, hiszen az erejével egy ilyen szörnyel még egy férfi sem vehetni fel a versenyt, tehát egy eszével küzdő nő, az, aki végül ugye meg tudja oldani magát a konfliktust. Ja. Hát bízok benne, hogy most is így lesz. A hölgyeket nem ismertem így arcra. Ha már arc, ennyi arc nem adott, én még egyszerre esnitben nem láttam. Igen, én, igen. Ebben az egy percben. És ilyen gyorsak. És ennyire gyorsak. Ez itt rendesen újdonság. Ez újdonság, de hogy mondjam, hopes are high. Persze. Meglátjuk. Az még egy érdekes érdés, hogy van fog-e adni bármit ez a film a úgymond a mitológiai háttérnek. A lórhoz, amit nagyon szeretünk, tehát ugye gyakorlatilag az egész első rész, meg onnantól kezdve sok minden a Prometheusig, és igen, ott hiányérzet támadhatott bennünk, hogy hát, hogy kik a tervezők, ki az az alakott a székben, stb. Hogy ez azért, ez egy nagyon jó dolog az Alienben. Abszett. És hogy most vajon lesz-e ebben, nem tudom, kell-e még, lehet még valamit beleírni ebbe, állítólag nagyon jó könyvek vannak, nem tudom, tehát olvastál ilyen könyvet. Egy párat olvastam, tényleg vannak köztük jók, de azért ott is általában vagy a gonosz corporation versus kisemmizet, nem tudom, hajós legénység, témára épülnek a dolgok, vagy pedig ugye a biológiai fegyverkészítő szupergonosz és a nem tudom, a katonák között. Nem rosszak azok, meg könyvben azért mindig tudnak egy kicsit más hangulatot adni. Tehát az is érdekes lesz, hogy majd a timeline-ban hogy helyeződik el ez a film, de az jól látszik a meglepődött legénysége, hogy ők még nem nagyon találkoztak szörnyekkel, tehát nem egy well-known fenyegetés, itt sem az Alien, meglátjuk. Igen, nekünk egy kicsit mindegy, azt hiszem, nem? Tehát, hogy az Alien az tipikusan az a franchise, az a témakör, amiben, tehát, hogy jöjjön egy új film, és szinte mindegy minden, bár azért a feltámadás és az AVP2, akkor most már nem idézem meg többet most utoljára, az megmutatta azt, hogy mi az, ami nem kell, vagy ahogyan nem nagyon kell. Pedig egyébként eszköz és erő lehetett volna a feltámadásban még bőven, hiszen ott az Alien klónok, ugye, amikor az egy híres jelenet. Igen, úgy akart behozni, az a legalább így van. Igen, igen, csak hát aztán pár banánhéjon, egy francia banánhéjon csúszott. Egy-két francia, így van. Igen, igen. Nem baj, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy mindig várjuk. Abszolút. És hogy úgy tűnik, hogy a Disneyhez átkerülvén is azért azt érezték, hogy hál' Istennek nem temetik el az Alieneket, hanem mindig visszatérnek valamilyen formátumba. Meglátjuk, hogy lesz-e olyan erő itt bármiben, mint az 1-2 például. Szerintem a Fede Álvareznek a horror műfajában van annyira egyedi hangja, hogy ne azt mondjuk rá, hogy egy tisztes, síparos munkás rendező, aki abszolút csak azért kapta ezt meg, mert miért ne húzzuk le 100-200 milliót a következő részből. Én szerintem ő itt akar valami újat hozni. Igen. És már csak az is meg fogjuk nézni, mert ugye azt hiszem, hogy ez a film talán teljes egészében Magyarországon, Magyar űrben. A magyar űrben. Jó, tényleg. Itt a stratoszférában itt megyünk föl a Kecskemét fölött. A Massat nevű szondán játszódik az egész. Na nem, de Magyarországon lehet fölvő, úgyhogy egész biztos, hogy a stáblistán majd sok konfitársunkat látjuk, hogy mindig a jó érzés. Jó, elmegyünk a moziba, megnézzük, és még az is lehet, hogy erről is majd egy ilyen közös videót fogunk föl.
fölvenni. Most hirtelen nem is tudom, mikor lesz, de azért az jó jel, hogy van a teaser, mert akkor az azt jelenti, hogy már közeledik a dolog. Jó, addig se távozzatok el tőlünk, gyertek vissza sok hasonló tartalom, vagyis iratkozzatok föl, lájkoljátok az Alieneket, sziasztok! Sziasztok!